Sziasztok, üdvözöllek titeket ebben a rövidke kis videóban. Hát bemutatnám nektek itt a közvágóhídi új végállomási tartózkodó. Nézzétek meg, milyen szépen megújult. Gyönyörű szép. Bádok dobozka. Sokkal szebb, mint a régi. Körbejárjuk onnan hátulról is. Nincs összefirkálva, itt is volt egy kis büfécske, amin éppen állok. Ezt elbontották, ez már nincs meg. Ilyen a hátulja. Amúgy tök jó, hogy itt ezt a felét, azt néztem a Pintyőke Zsoltinak a videójába, hogy ezt a felét a felső vezeték tartószobnak lebádogolták, hogy ne tudjanak mászni, meg minden, meg gondolom ott mennek a vezetékek le föld alá, de ezt a felét nem bádogolták le, hanem valami jó madár nem simán föl tud mászni a tetejére. Ha, mindegy. Ők tudják. A jó kis bringatartó. Retro csikkes. És biciklisek ellen csináltak ilyen buktatókat. Így cikázni kell ilyen, hogy ne tudjanak itt rodeózni. Ne üssék el a gyalogosokat, meg a járművezetőket. Így néz ki. Mivel ma szombat van, azért a 24-esen is, meg a 2-esen is KCV-k vannak. Itt a 13-28-es. Na hát, ennyi lett volna ez a rövidke kis videó. Másik felülről nem csináltam videót, mert a járművezetők ott beszélgettek. Nem akartam őket zavarni. Nem tudok többet elmondani, csináltam a régiről is egy videót, hogyha érdekel, akkor nézzétek meg. A régi Bádog Kalickáról. Csináltam most erről az újról is, még szép állapotban, mielőtt össze firkálták volna. Reméljük, hogy nem is fogják amúgy. Gyönyörű szépen megcsinálták. Na, jók legyetek. Találkozunk egy következő videóban. Sziasztok!